A Védelmi Minisztérium és a helyi hatóságok szorosabb együttműködésben állapodtak meg a hadsereg támogatása érdekében, de elsősorban a fegyveres erőkbe történő toborzás elősegítéséről, közölte szombaton Rustem Umerov védelmi miniszter. Umerov jelezte, hogy a helyi és regionális önkormányzatok kongresszusának az elnök által vezetett ülésén szóba került a helyi önkormányzatokkal való együttműködés. Ennek a fő területei szerinte a következők lesznek erődítések építése, a hatkötelesek katonai szolgálatra és a lakosság nemzeti ellenállására való felkészítési szemléletmódjának megváltoztatása, a toborzás erősítése a megyékben és a helyi hatóságok bevonása ebbe a folyamatba. Még nagyobb hozzájárulást várunk tőlük a mozgósítási munkához, szögezte le Rustem Umerov, aki cáfolta az ország vezetése közötti állítólagos konfliktusról szóló állításokat is, hangsúlyozva, hogy szerinte orosz információs műveletekről van szó.